Sziasztok, köszöntök mindenkit itt a New England Patriots az én szememmel blog újabb podcast adásában, ahol először édes hármasban leszünk, hiszen a megszokott szakértőnk Csonka Peti mellett sikerült becsávítani a műsorba a pets.hu-ról egy szakértőt, aki nem más, mint Kohut Ákos, vagy aki esetleg a nickname alapján jobban ismeri, akkor Inkré néven találkozhatott az írásaival, rendkívül sokoldalú bejegyzésekkel szórakoztat benneteket, és eléggé informatívak is ezek a cikkek, illetve amikor pedig szubjektív bejegyzést olvashattok tőle, akkor is elég sokoldalúan járja körül a témákat, ezért úgy gondoltuk, hogy nagyban hozzájárulhat majd a műsorunkhoz. Köszöntöm is a két szakavatott szakértőnket, Csonka Petit és Kohut Ákost. Sziasztok, fiú! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást és a csodás felkonfot. Ami jár, az jár, ez nem kérdés, de ami a legfontosabb, hogy azért gyűltünk itt össze, hogy a Patriots 2021-es free agency tevékenysége kapcsán ámuljunk, bámuljunk és okoskodjunk egy-két dologban, már csak azért is, mert soha nem látott méretű felhasználható pénz állt Bill Belichick rendelkezésére, amivel azt gondolta az ember, hogy biztos, hogy lesz némi nemű mozgás a piacon, és nagyon jó lesz, de azt szerintem senki nem gondolta, hogy az első 5-6 órában annyi pénzt költ, mint amennyit az elmúlt 10 évben soha a kis túlzással. Ti hogy álltatok hozzá ez az első 5-6 órához? Hát én mindenképp vártam, ugye, hogy lesz pénzköltés, majd az eddig is egyértelmű volt, amikor volt pénzünk, akkor azért úgy megfizettük a játékosokat. Tehát elég csak mondjuk 2017-re gondolni, amikor Stephon Gilmore a free agency első napján rekordfizetésért érkezett hozzánk, de mondjuk akkor adtunk egy relatív nagyobb szerződést Lawrence Guy-nak is, viszont ilyen mennyiségű költekezésre egyáltalán nem számítottam. Pont a mai nap folyamán futottam bele egy elég vicces tweetbe, hogy annyi pénzt osztottunk szét itt a free agency első napján, ami majdnem eléri azt az összeget, amennyiért Andor Robert Kraft megvette a csapatot. Tehát egészen elképesztő egyiség volt ez az összeg, és szerintem erre még így a legmerészebb álmainkba se számítottunk. Ákos, írtál erről cikket is, hogy mit vársz a free agency kapcsán, és nagyon sok esetben volt olyan visszaköszönő jelenség, amit te is vizionáltál, de számodra mennyire volt meglepő ez a tűzi játék, amit az öreg rendezett? Eléggé. Ugye én ezt a cikket a múlt hét szombaton és vasárnap írtam meg. Nem is akartam túl hamar neki kezdeni, mert úgy voltam vele, hogy akármennyire is hát szabadjára engedem a fantáziámat, azért jó, hogyha valamiféle alapból el tudok indulni, és ugye ez az utolsó lökés talán pont a Newton-féle szerződés adta meg ennek, úgyhogy az alapvetően már egy olyan pont volt, amiből ki tudtam indulni. Ugye én azt hiszem 5 vagy 6 játékost írtam be így a Patriothoz, ami főleg így azt mondom, hogy az alappillérei voltak, vagy lettek volna annak a csapatnak. Tehát nyilván ilyen apróért játékosokat nem igazoltam, a sajátunkból tartottam meg egy párat, de apróért úgy nem hoztam piacról. Viszont hát ehhez képest is hát jócskán alálőztem, mert hát tényleg olyan, gyakorlatilag az első napon annyi játékost igazoltunk, amint én úgy unblock a nagyobb nevek közül vártam volna. Úgyhogy meglepő volt, és amit Peti is mondott, az tényleg talán egy kicsit ehhez a 17-es off-szezonhoz lehetne hasonlítani ezt a követekezést, csak mondjuk 3-4-szer olyan mennyiségben, meg minőségben. Ugye akkor talán még Cooks volt, aki ilyen nagyobb névnek számított, de ugye ő trade útján jött, és hát tényleg olyan lépéseket láttunk Belichicktől, amit egyébként vártunk, csak nem biztos, vagy inkább azt mondom, hogy biztos nem ilyen mennyiségben és ilyen minőségben. Sokat gondolkoztam, hogy bemondjam-e azt a Sylvester Stallone és jelenetet az Oscar című filmben, nem tudom, láttátok-e, mert a fiatalabb kategóriába tartoztok, de abban van egy olyan rész, amikor a gangster főnökből lévő üzletemberré váló Stallone azt mondja egy vicces szituációban, hogy tudtam, de nem sejtettem. Hát ez körülbelül az a szituáció volt, hogy mindenki tudta, de nem sejtette, hogy Belichick nyilván mesterkedik. De mielőtt rátérnénk az érkezőkre, gyorsan emlékezzünk meg azokról, akik már nem lesznek velünk a következő évben, hiszen vagy trade, vagy kivágás útján, de elköszönt tőlük a csapat, vagy nem igazolta őket vissza, hiszen lejárt a szerződésük, és akkor egy gyors felsorolásba végigmegyek, aztán utána egyenként kitérhettek azokra a játékosokra, akik nektek mondjuk
úgy gondoljátok, hogy megtarthattuk volna, vagy szívfájdalom, hogy elment, de nem tudtuk volna megtartani semmiféleképpen. Azokra, akikre meg hát nem is nagyon érdemes szót fecsérelni, most úgy gondolom felesleges mindenkiről elmondani, hogy mondjuk egy Donta Moncriefért nem hiszem, hogy mindenki sír, de menjünk szépen sorba. Van egy Marcus Cannon, egy Joe Tooney, egy Terence Brooks, egy Adam Butler, egy Bo Allen, Mark Easley, Patrick Chung, Ryan Izzo, Donta Moncrief és Brandon Copeland jelenlegi állás szerint. Ha kihagytam valamit, akkor majd azt pótoljátok. Na most ebből a felsorolásból gondolom mindegyőtöknél Joe Tooney az, aki úgy voltatok vele, hogy maradjon, de azt a pénzt nem tudom, meg lehetett előlegezni neki ebbe a nagy költekezésbe, amit végül a Chiefs kifizetett számára. Hát szerintem nem. Tehát én úgy számoltam vele, hogy nem fog maradni, meg igazából a hírek is tavaly a franchise-nek is egy nagy meglepetés volt vele kapcsolatban. Nem is nagyon voltak vele tárgyalások, úgyhogy én vele egyáltalán nem számoltam, főleg úgy, hogy van egy Michael Owenunk, aki ugye tavaly, hát gyakorlatilag a támadófal szinte minden posztján megfordult, és főleg jobb tekölként és gárdként is remekül játszott, úgyhogy szerintem neki megvan a pótlása, és majd kitérünk még ugye Trent Brownra, aki érkezett trade-del, és azután a lépés után meg egy, nekem még inkább úgy tűnt, hogy Tooneynak nem lesz maradás, ezért is volt meglepő, amikor voltak olyan hírek, hogy esetleg újraigazolná őt a New England. Szerintem egyébként a Chiefs egy nagyon picit túlfizette. Én nem biztos, hogy a guardként fogják használni. Attól függetlenül, hogy Tooney egy remek játékos. Én mindig, és ez nem a játékosoknak a minőségétől függetlenül, én mindig félek egy picit akkor, hogyha egy játékos eligazol tőlünk, hogy mennyire fogja tudni ugyanazt, tehát hogy mennyire rendszerjátékos. Ugye ezt a New England rengetegszer megkapja, hogy rendszerjátékosokat tart a csapatában, és attól függetlenül, hogy tényleg túl négy remek játékos, én mindig a távozókat egy picit más szemüveggel nézem ilyen szempontból, hogy az új csapatban mennyire fognak tudni érvényesülni. Nyilván a hozzáadott érték az ugye nálunk a fogaskerék effektus miatt sokkal jelentősebb, mint máshol, ahol meg mondjuk kirakatba szánják az adott játékost, még ha mondjuk Tooney kapcsán annyira nagyon nem is biztos, hogy billeg ez a mérleg nyelve, de természetesen, hogy mondod, benne van, hogy nem feltétlenül fogja tudni megszolgálni ezt a brutális fizetést, főleg guardként, de mondjuk ha lehet hinni a pletykáknak és Andy Reid-ék két tekle a drafton próbálnak matekozni, akkor azért a két széle falnak meg olcsóbb lehet, bár eddig pont az volt a metódus Kansasben, hogy inkább a két tekül volt, akire stabilabban lehetett számítani. Na de maradjunk a többieknél. Kik voltak még azok? Adam Butler, azt tudom, hogy Petinél mindig egy ilyen kis libling volt. Patrick Chuck meg eljárt felette a kor, de tényleg nem akarom szátokba adni a szavakat. Volt-e még valaki, aki miatt sírunk? Hát nekem egyértelműen Patrick Chung volt az, aki így a második dinasztiának szerintem egy ilyen nagyon meghatározó tagja volt, és az, amit ő ennek a védelemnek jelentett, és olyan szinten egyébként pedig hatalmas hatással volt az egész ligára, hogy talán ő volt az első ilyen safety linebacker, slot corner hibrid a ligában, ugye amikor visszaérkezett ő az Eagles-től, akkor gyakorlatilag berobbant ebbe a pozícióba. Nyilván eljárt felette az idő, meg várható volt, és azért itt fel is írtam magamnak, hogy ez egy Dagger és Phillips egyértelmű upgrade felette, tehát mondjuk ő tavaly inkább a vezéregyéniségével hiányzott ebből a keretből, nem feltétlenül a játék tudásával, de őt ebből a szempontból mindenképpen sajnálom. És hát nyilván Adam Butlert is, aki állítólag pontosan ugyanolyan ajánlatot fogadott el a Miami-tól, mint amit mi is adtunk neki, és egyébként megnézve itt a védőfalnak az alakulását, valószínű, hogy ő kevésbé illeszkedett volna ebbe az újfajta védelembe, mert hogy itt azért én azt gondolom, hogy lesznek átalakulások, amikre majd nyilván kitérünk szerintem majd az új neveknél. Meg hát, hogyha már itt érzelmi szálak, akkor esetleg Marcus Cannon, aki azért így egy elég komoly történettel érkezett a ligába, tehát ő ugye daganatos beteg volt, felépült, beállt a falba, és ugye volt az a nagyon emlékezetes Denver elleni konferencia döntő, a Stork-féle bólogatással, és gyakorlatilag Von Miller agyonverte Cannont, majd utána nem sokkal kapott egy szerződést, és hát mindenki kiutálta volna a csapatból, és hogy minek fizetjük meg ezt a szerencsétlent, és akkor utána meghozott egy All-Pro szezont. Tehát, hogy szerintem az ő története is kifejezetten jó, és egy ilyen
gyakorlatilag filmszerű történet, úgyhogy itt inkább ilyen érzelmi alapon, nyilván Tooney meg az, aki szakmai alapon legjobban hiányozni fog ebből a csapatból, de azt gondolom, hogy Onvenu hosszú távon akár upgrade is lehet hozzá képest, mert hiába volt ő zseniális tackle, azért a skillsetje az még mindig inkább a fal közepére vagy belsejébe pozícionálja, és ott hozta egyébként a jobb meccseit is. Igen, szerintem is nekem is ez a két játékos még, akit Peti mondott, tehát Chang egy picit ilyen, nekem ő a tipikus Patriot V játékos, ez a elment egy évre, aztán rájött, hogy jó, az mégse jó, nem igazán jött neki össze a Philadelphia, visszajött, és háromszoros bajnokként egy nagyon jó védelemnek volt a éveken át a meghatározó játékosa. A másik meg ugye Cannon, akiről pont ahogy elcserélte a csapat a Texanshoz, akkor olvastam egy cikket a Pets Pulpiton, hogy a 2011-es draftnak az utolsó játékosa volt, mármint ami a Patriots draftot illeti, és így ahogy visszaolvastam a neveket, hát most gyorsan csak egy pár nevet felolvasok, akik úgy jobban teljesítettek, Nate Solder, Shane Vereen, Steven Ridley és Marcus Cannon. Tehát azért itt egy igen jó, persze volt mellett egy Rashai Downing, aki Belichicknek a szokásos második körös defensive backbustja lett, de az egy nagyon, szerintem így utólag visszanézve meg azt az utat, amit ezek a játékosok megtettek, az egy nagyon jól sikerült draft volt, és tényleg neki is ez a betegségből visszajövünk, gyakorlatilag a kicsit ráhúzva így a vizes lepedőt, rajta ment el az a, vagy rajta is ment el az a denveri konferencia döntő, és aztán mégis a következő években is meghatározó tagja volt a támadó falnak. Gyorsan egy Chunkhoz egyébként annyit tennék hozzá, hogy ugye nála az volt kifejezetten érdekes, hogy amikor először ő ide került, akkor vele ilyen cornerbacket, free safety-t akartunk játszani, és egészen szörnyen nézett ki abban a védelembe, bár mondjuk ott az egész secondary, tehát a McCourtin kívül nem nagyon volt értelmezhető figura abban, elment az Eagles-hez, ott is megpróbálták ugyanezt, még rosszabbul nézett ki, visszajött és beraktuk egy teljesen más pozícióba, ahol meg a liga legjobbjai közé emelkedett, és ő volt talán Bill Belichicknek az ilyen legnagyobb találmánya ebből a szempontból, hogy az eredeti gondolatmenetét azt eldobta, és akkor azt mondta, hogy nézzük meg máshol, és tényleg ezért is volt számomra az ő története egy ilyen kifejezetten szerethető. Azért is fontos, hogy Devin McCourty esetében szintén posztváltás volt, ugye cornerbackből lett safety, ott ugyanezt erősíti ezt a vonalat, hogy az öreg nem feltétlenül ragaszkodik az első elképzeléshez és tud váltani, de itt a felsorolásban csak azokat soroltuk fel, akiknek már biztosan megvan a csapata. Azért vannak még itt olyan játékosok, akiket elveszthetünk, mint például a már emlegetett Lawrence Guy, vagy akár a McCourty tesó Jason, akiknél felmerülhet esetleg, hogy visszahozzuk, nyilván Jasonnál kevésbé, mert a tavalyi éve az nem lett valami túl sikeres, de mondjuk egy Lawrence Guy esetében a szurkolók erősen kampányolnak egy visszaigazolás mellett. Szerintetek lesz még olyan játékosunk a free agentek közül, aki visszajön, vagy most már annyira nagyon nem fognak visszaigazolni játékost? Hú, én mellettük is még egy vagy két nevet dobnék be, akiről szerintem elképzelhetők, pedig a futók White és Burkhead. Tehát mind a ketten ugye free agentek. Burkheadnek ugye a térszalag szakadása, szerintem, hogyha valakitől szerződést kap, azok mi leszünk. Nem hiszem, hogy más bevállalná, főleg azért, mert lehet, ugye a futókra nem nagyon szoktak költeni a csapatok, azt meg lehet oldani olcsón a draftról. White ugye ő is egy ilyen tipikus Patriots játékos, nagyon mélyről, ugye első évben teljesen szinte mindig inaktív volt, aztán meg tényleg egy olyan utat járt be, ami mondjuk Kevin Falkhoz hasonlítható, most csak így egy név ugrott be, de tényleg nagyon, nagyon stabilan játszott, úgyhogy rá még szerintem lehet esély. És akár Guy-ra, akár McCourty-ra, bár hogyha a közülük kell választani, akkor mindenképpen Guy-t mondanám, főleg Butler elvesztése után, még akkor is, hogyha a játékstílusok azért más, hiszen ugye, ahogy Peti is mondta, Butler ez sokkal inkább egy ilyen pass rush típusú defensive tackle, de Guy is azért tavaly volt, hogy bizony nem csak futására, hanem pass rush-ba is kivette a részét a védelemből, úgyhogy ha közülük kell választani, kettőjük közül McCourty és Guy közül, akkor mindenképpen Guy-t mondanám, de a két futót se zárnám ki, hogy valamelyik esetleg ne találtam mind a kettő, bár azt nem gondolom, hogy mind a kettő visszajönne.
Én is egyébként a két futóval egészítettem volna két elsősorban. Burkheadről mondjuk nem hallunk semmit, hogy őt így nagyon keresnék a csapatok, úgyhogy el tudom képzelni, hogy akár ilyen veterán minimumért, ahogy mondjuk Guy és McCourty is, hogy valami nagyon baráti szerződést kötnek. Ugye Guy-jal és McCourtyval állítólag még tárgyalgatunk, de mindenképp olcsón jönnének vissza. Szóval James White már egy érdekesebb kérdés, ugye őt nagyon csábítaná Brady a Tampa Bay-be, és hát szóval azért oda elég jól beleideszkedne abba az offense-be, hogy pont egy ilyen futóra van szükségük Bradynek, egy ilyen checkdown célpont, mert mondjuk se Ronald Jones, se Leonard Fournette nem ez a típusú játékos. És mondjuk egyébként azt gondolom, hogy White távozása azért biztosabbra vehető, még hogyha nem zárnám ki a visszaigazolását sem, mert neki van egy utódja a rosteren, ugye itt jó, hogy Ákos felhozta Kevin Folkot, mert hogyha megfigyelhető egy ilyen tendencia, Kevin Folk, Danny Woodhead, Shane Vereen, James White, és akkor ebbe tökéletesen beleideszkedik J.J. Taylor, aki gyakorlatilag kapott egy redshirt évet, és hát addig volt aktív. Ennek ellenére, hogyha a rosteren kellett valamit változtatni, akkor ő mindig megragadt, tehát meg se próbáltuk a practice squadba becsempészni. Nekem ebből a szempontból ő nagyon egy ilyen James White utódnak tűnik. Úgyhogy maximum az egyik futót tudom elképzelni, hogy visszaigazoljuk. Én is azt gondolom egyébként, hogy a Burkhead-White párosból az egyik fog nagy eséllyel visszajönni, a másik a pedig, hát ahogy Peti is mondja, valószínűleg elcsábítja a TB vonulat Tampa Bay és Tom Brady. Az érkezőkre, ha átkanyarodunk, akkor Ákos már említette Trent Brannak a nevét, amit én a kis puskánkból ki is hagytam nagyon ügyesen, és azért nagyon fontos az ő érkezése, ugye, mert egyből egy csomó találgatásra adott okot, hogy ennyi pénzért te jó Isten, mit akarunk vele, meg akkor megint egy évre, de ne ragadjunk le csak Trent Brannál, hanem nyugodtan menjünk szépen akár kibonthattok konkrét igazolásokat is, hogy épült fel ez a piac számunkra, egyáltalán azt mindenféleképpen bontsátok ki, hogy elégedettek vagytok-e, vagy sem, és hát nem biztos, hogy a Cam Newton sztori az nálunk fog kibontakozni, főleg, hogy azért mindegyőtök álláspontjával nagyjából tisztában vagyok a különböző internetes fórumokon alkotott nyilatkozataitok alapján, hogy egyikötök sem úgy gondolja, hogy ő a hosszú távú jövő nálunk. Mert egyértelműen nem gondolom, hogy itt Newtonnal nagyon számolunk, viszont az egyértelmű volt, hogy kelleni fog egy veterán irányító, hogy itt a piacon bármit is csináljunk, mert hogy azzal nem lehet eladni semmit a free agenteknek, hogy hát majd valamit kitalálunk, hogy mi lesz az irányító poszton. Az, hogy itt van Newton, az azért így azt jelzi, neki van egy ilyen respektje a ligában, még hogyha ez már lehet, hogy az elmúlt évek alapján már kicsit lecsökkent, de hogy azért Cam Newtonnal még mindig el lehet adni egy csapatot a free agenteknek, például elég megnézni Dez Bryant tweetelt olyasmiket, hogy hát itt Newton megint az MVP közeli formájában lehet ebben az offenszben, én ebben azért annyira nem hiszek, de hogy vele azért úgy el lehet adni a csapatot. Úgyhogy az ő visszaigazolása ebből a szempontból nekem így nem volt meglepő, még akkor is, hogyha azt gondolom, hogy nem ő itt a hosszú távú jövő. Trent Brown pedig egyébként én nagyon imádom, úgyhogy őt neki is nagyon örültem. Nyilván azért az évi 14 millióért, ami volt a Raiders-es cap hitje, azért nyilvánvaló volt, hogy nem tartható. És az a vicces, hogy egyelőre még nem tudjuk a cap hitjét annak ellenére, hogy be van jelentve a csere. Kíváncsi vagyok, hogy végül mennyibe sikerül megállapodni, és ebből mennyi fogja nyomni az idei sapkát, mert nagy része az a not likely to be earned bónusz lesz ennek a dealnek, legalább a fele szerintem, úgyhogy érdekes lesz, az biztos, hogyha a Brown tudja hozni a nálunk mutatott formáját, akkor gyakorlatilag ingyen játszik itt. Igen, ami nekem nagyon tetszik, az ilyen tipikus ezek a tipikus Belichick dílek, ezek a pick-swap cserék. Tehát ezt annyiszor eljátszottam már az öreg, és hát szerintem ilyen 80-90%-ban nagyon bejött neki. Ugye így jött annó Kyle Van Noy, így jött Jason McCourty. Azt hiszem, hogy talán, mint hogyha Gordont is így szereztük volna meg, de abban már nem vagyok nekem biztos. Nekem is úgy rémlik. Tehát, hogy ezek, de most ha elég csak tényleg a Van Noynál és Jason McCourtynál maradni, az két olyan igazolás volt, ami a
Szerintem az ötödik és a hatodik, illetve a Vemolynak az ötödik és a hatodiknál, Jason McCourtynál meg a hatodiknál elég arra hatalmas védekezésére gondolni, hogy a Cooks ellen, ami gyakorlatilag lehet, hogy Super Bowl-t jelentett a csapatnak, de biztos, hogy nagyon nagy szerepe volt benne, úgyhogy, és igen, ahogy Peti mondta, még ugye nem tudjuk pontosan, hogy milyen cap hittel fog nálunk játszani, de igazából én azt mondom, hogy ha ilyen 8 millió körüli cap hitje lesz, akkor az abszolút megérte. Ha 10, ha valami csoda folytán 10, de azt tényleg azt mondom, hogy az a maximum, és annyit azért nagyon nehezen tudok elképzelni. Én akkor is azt mondom, hogy az egy jó deal, de én is egyetértek abban, hogy szerintem nagyjából így a 7 millió környékén plusz-minusz 1-2 millió fog mozogni a cap hitje, és hát 7 millió, évi 7 millió dollárért nem nagyon találni olyan játékost, aki ismeri a rendszert, jól is teljesített benne, van NFL tapasztalata, ilyet nem lehet találni 7 millió dollárért. És az a 7 millió dollár, az meg ugye a Marcus Cannon kivágással felszabaduló összeg, tehát olyan nagyon nem kellett a zsebünkben nyúlni ezáltal, hogy a Trent Brandt magunkhoz édesgessük, de nézzük akkor mondjuk úgy, hogy ne érkezési sorrendbe, mert egyik nagyobbat szól, mint a másik, hanem bontsuk szét az érkezőket támadó és védő oldal alapján, és hát nyilván a két tight end fizetés az, ami kicsit kilóg a sorból, mert az egyből a top kategóriába emelte őket, míg a két elkapónál nagyon nagy a szórás, Aguilar jó sokat kapott a Burnnek, meg 3,5 millió, azt hiszem az idei cap hitje, annak ellenére, hogy ott is ugye nagyobb a szerződés éves átlaga az első hírek alapján, de aztán kijöttek a szerződések. Szóval mit szóltok ez az új offenszhez? Örülünk-e a két Titannek, örülünk-e az Aguilar-Burn duónak, hiszen ott azért sokkal markánsabb nevekbe is gondolkoztak a szurkolók, illetve vártok-e valami változást avval, hogy most már két ilyen tight-endünk van, talán előkerülnek azok a lapok is a playbookba, amin olyan játékok vannak felírva, amiben be lehet vonni őket az akcióba. Gyorsan annyit jegyeznék meg, hogy azért, hogyha azt mondjuk, hogy Nelson Agholor cap hitje a legmagasabb a Patriots 2021-es szezonjában, akkor azért így nézni, vagy free agency-ébe, akkor azért úgy lehet, hogy néznénk, hogy hát akkor biztos nem jöttek olyan nagy nevek, tehát mindenki, aki fel van sorolva, mindenki kevesebbet kap idén, mint Nelson Agholor. Egyébként a két tight end-es formációk meg teg a lehető legközelebb vagyunk ahhoz, ami a Gronkowski-Hernandez páros volt. Tehát, hogy nyilvánvalóan se Jonnu Smith, se Hunter Henry nem azok a játékosok, mint mondjuk Gronk és Hernandez. És azért is érdekes, mert nem tudjuk ráadásul egy az egyben még a játékstílust sem megfeleltetni neki, mert hogyha megnézzük a felépítést, akkor azért megmondjuk azt, hogy hogyan használta a tight end, akkor Smith közelebb áll Hernándezhez, mint Gronkowskihoz. Viszont érdekes, hogy itt pont ő a jobb blokkoló kettőjük közül, és Hunter Henry sokkal inkább egy ilyen move tight end, szóval szerintem nem pontosan ugyanazok a dolgok fognak megjelenni, de biztos, hogy kinyitja rendesen a playbookot, hogy van két ilyen fegyver a pálya közepére, és ebből a szempontból pedig tökéletes igazolás melléjük Nelson Agholor, akinek a szerződése, az ő szerződése az egyik olyan, amiről ordít, hogy ezt tényleg újra fogják tárgyalni, tehát valószínű, hogy mi egy évet akartunk, vagy lehet, hogy mi akartunk hármat, ő meg egyet, és akkor félúton megtalálkoztak az álláspontok, és hogyha jó, akkor itt úgyis kapni fog egy szerződés hosszabbítást, amivel megint csak csökkenni fog a jövő évi cap hitje. És tényleg tök jól illeszkedik ebbe a vonulatba, hogy ő képes megnyújtani a pályát. Ugye az Eaglesben ráragadt ez a elhíresült videó miatt, akkor ugye dobálták ki a gyerekeket az égő házból, és lenyilatkozta a fickó, ez egy philadelphiai fickó, hogy ők meg elkapták nem úgy, mint Agholor, ugye utalva az ellenünk elkövetett dropjára, de, és valóban megvannak ezek neki, de amikor mélységbe használjuk egy ilyen field stretcherként, akkor sokkal jobban el tudnak tűnni ezek a dropjai, sokkal nagyobb a hozadék az ő játékának, ugye tavaly neki volt a második legtöbb yard per catch-e az egész ligában, úgyhogy nekem eddig nagyon pozitív érzéseim vannak ezzel az offense-el kapcsolatban. Nekem is egy picit talán én árnyaltabban látom a dolgokat, és nem is feltétlenül a szerződések miatt, mert én azon az állásponton vagyok, hogy
a szerződéseket nyilván akkor kell, vagy akkor próbálja mindenki értékelni, amikor azokat megkötik. Viszont sokan ezt azelőtt teszik meg, hogy amielőtt a pontos részletek kijönnek, ami hát nekem ez picit ilyen furcsa, tehát hogyha mondjuk egy furcsa példával akarok élni, akkor mondjuk elmegyek egy étterembe, megrendelem a sült krumplit, és mielőtt kihozzák, mondom, hogy ez nem lesz jó, mert elsózták. Tehát, hogy nem igazán, ezt nem tudom nagyon értelmezni, hogy miért kell azonnal értelmezni. Én mindig meg szoktam várni, és ezt is szoktam írni a honlapon is, hogy várjuk meg azt, hogy melyik évben, milyen spórolás, milyen dead money van utána, hogy lehet átstruktúrálni a szerződését, illetve ami szerintem még fontosabb, és ezért mondom, hogy nem feltétlenül adott évben kell nézni a szerződést, az az adott cap-ből elfoglalt százalék. Tehát lehet, hogy most egy szerződés idén csak mondjuk 3%-ot foglal a cap-ből, és jövőre nagyon megugrik, viszont lehet, hogy a jövő évben is mondjuk csak 4,5%-ot fog elfoglalni a cap-ből, és akkor az egyáltalán nem egy rossz üzlet a csapatnak. Tehát én nekem egyébként a két elkapó közül Agolori egy picit attól fázok jobban. Én Bornt egyébként nagyon szeretem. Szerintem ő pont egy olyan játékos helyére jött, vagy olyan játékos helyet szereztük meg, akit én nagyon szerettem volna, ugye Curtis Samuel. Ő is egy hasonló típusú ilyen yards after catch típusú játékos, tehát hogy az elkapás után rengeteget hozzá tud még rakni a játékhoz, és akár ilyen end-aroundoknál is lehet használni. Tehát ő egy ilyen tipikus White Switch-ka játékos, Agolor pedig, ahogy Peti is mondta, ő egy tipikus defense játékos, tehát őt el lehet küldeni szépen a hosszú labdákra, vertikálisan megnyitni vele a pályát, és általatok is említett két tight endnek meg mehetnek a picit rövidebb passzok, ott is egy picit megosztóbb ez a szerep, ugye Hunter Henry ő is inkább ez a tipikus tight end, és Jonnu Smith pedig lehet használni ezekre a picit ilyen jobban elmozgásos, többet vagyok a labdával a kézben típusú játékos, úgyhogy szerintem egyébként a két tight end igazolásai nagyon elégedett vagyok, annak ellenére, hogy ezt egyáltalán nem vártam, tehát tight endet vártam, vagy Henryt, vagy Smith-et, de az, hogy két Titan, és ráadásul a Free Agency két top Titan-je jön hozzánk, azt én egyáltalán nem vártam. Lehet ezt úgy értékelni szerintetek, hogy Belichick belátta, hogy méltatlanul bántunk ebből a poszttal is, enélkül ez a Patriots rendszer, támadó rendszer, ez nem tud hatékonyan működni, vagy pedig az a verzió állhat közelebb a valósághoz, hogy egyszerűen nem volt pénz a Gronkowski visszavonulás óta ilyen minőségben ide pakolni embert, nem volt rá lehetőségünk, hogy belemenjünk egy licitálásba, és most, ahogy kinyílt a pénzes zsák, akkor oda is öntöttük ezt a tight endek asztalára, akik meg felmarkolták két kézzel a suskát, és örömmel jöttek Foxborough-ba. Tehát, hogy mi lehet az oka, hogy most a tavalyi két harmadik körös újonc után duplázunk a free agency-n is? Hú, szerintem ez két oldalú inkább ez a dolog. Amikor Gronkowski visszavonult, akkor a következő szezon elején, tehát a 2019-es szezon elején, attól volt hangos a külföld, és szerintem mondjuk itt a magyar-amerikai focival foglalkozó sajtó is, hogy a Patriots meg sem próbálta pótolni Rob Gronkowskit. Ezt egyébként azért tartottam egy hatalmas marhaságnak, mert egy olyan játékos kellett volna pótolni, aki a posztján a liga történetében mondjuk több top 5 játékos, és azért egy ilyen játékost egyáltalán nem könnyű pótolni. Tehát, hogy gyakorlatilag hozni kéne még egy top 10-es játékost valaha, hogy megfelelően lehessen pótolni. Főleg annak tükrében, hogy újonctól a New England Patriots sosem várt, meg nem is kapott olyan teljesítményt, ezt most lehet ezen vitatkozni, hogy ez miért nem, hogy ez edzői filozófia, hogy első évben nem kapnak akkora szerepet a játékosok, de egyébként a tavalyi dupla Titan pick a drafton már mutatta, hogy igenis szükség van ebbe a csapatba Titanre, akkor ugye nem is nagy, meg az a másik igazság, hogy nem is nagyon volt olyan Titan, akivel tudta volna egyáltalán pótolni a csapatra Gronkowskit. Ugye tavaly azt hiszem Austin Hooper volt a free agency-n a legnagyobb nevű tight end, de ugye tavaly meg nem volt pénzünk, tehát hogy
Szép és jó, igen, hogy pótolni kell, csak ugye ennek van egy olyan oldala, hogy honnan és miből. Tehát ha nincs a drafton elérhető távolságban egy olyan játékos, aki tudja pótolni, illetve nem kerül ki a free agency-re egy olyan tight end, aki tudja pótolni, akkor megoldhatatlan a pótlása. Tehát én szerintem itt az volt a koncepció, hogy amint lehet, akkor hozni kell a tight endet, és ezt tavaly megpróbálták a drafton, nem igazán sikerült, és akkor úgy voltak vele, hogy viszont most amennyire jó a Titan piac, akkor oda kell csapni az asztal, és igenis oda kell tolni ezeket a szerződéseket a játékosok elé. Igen, itt Ákos igazából nagyon sok mindent elmondott, amire én is gondoltam, úgyhogy csak így kiegészíteném. Az egyik ugye, hogy ez a Gronkowski visszavonulása után, hogy nem is próbáltuk meg pótolni, szerintem ezt akkor is, hát nem tudom, hogy podcast formájában beszéltük, vagy csak leírtam, de hogy ugye a Harry pick az valamilyen szinte egy Gronkowski pótlás volt, tehát hogy ha megnézzük, hogy Harry miben jó, vagy miben volt jó, kontesztid elkapások, 50-50 labdák, nyilván ezzel valamennyire Gronk játékának ezt a részét próbáltuk meg pótolni, de hogy nem volt egy olyan játékos, akit beraksz, és akkor egy az egybe tudja ugyanazt hozni. Ugye tavaly pénz sem volt, érkeztek az újonc tight endek, és most idén pedig volt egyrésztről lehetőség, vagy pénzügyi lehetőség, és voltak olyan játékosok a piacon, akikkel lehet igenis egyértelműen upgrade-elni ezt a tight end posztot. És akkor kicsit egy ilyen elhamarkodott következtetésnek gondolom azt, hogy akkor ebből az következik, hogy a tavalyi Titan pickjeink busztok. Mert hogy ez inkább egy olyan, vagy inkább azt tudom elképzelni, persze simán lehet, hogy őket soha többet pályán se fogjuk látni, inkább az, hogy kínálkozott egy olyan lehetőség, amit nem lehetett kihagyni, és egy ilyen biztosabb lehetőség, mint hogy az ő fejlődésükkel számolunk. Aztán lehet, hogy 2 év múlva meg arról fogunk beszélni, hogy a 2 leigazolt Titan közül, hát az egyik bevált, a másik nem, és akkor melléjük meg felnőtt valamelyik tavaly draftolt játékos. Szóval szerintem itt inkább a lehetőség volt az, ami meghatározta ezeket az igazolásokat. Azért feszegetem csak ezt a témát, mert úgy egyrészt felütötte a fejét a szóbeszéd egyéb fórumokon is, hogy itt félrementek a Titan draftok, nem voltak jó a személyi döntések, hogy teljesen ignoráltuk a posztot, és hogy akkor itt most itt teljesen újragondolás van. Nem feltétlenül hiszem én se ezt, és mivel ugye van egy ilyen edukáló szándék a podcastokkal, ezért mindig a megoldásokban való gondolkodásra próbáljuk rá sarkalni a szurkolótársakat is. Tehát mi nem a tutit mondjuk meg, hanem olyasmiket próbálunk felvetni, amik ott lehetnek a háttérbe, és nem feltétlenül ez a level 1.0 van, hogy akkor most jöttek, na, akkor most aztán söprés volt, és most jött a gondolat az öregnek a fejébe. Ahogy mind a ketten elmondtátok, egy csomó olyan szitu van, amikor valakit meg szeretnénk szerezni, de vagy ki se kerül a free agency-re, vagy nincs rá pénz, vagy nem minket választ, mert valaki többet fizet. Tehát egy csomó olyan döntés van, ami rajtunk kívülálló. Az Aguilar kapcsán felvetődött, hogy mennyire jól lehet majd mélységbe használni, meg milyen jól megoldották ezt a Raidersnél is. Mivel lesz olyan nézői kérdésünk, ami az irányítókra vonatkozik, így ez csak egy kis mellékzöngében jegyzem meg, hogy azért nem árt, ha valaki oda dobja majd neki azt a labdát, mert ugye Cam Newton nebenben volt igazándiból erős, de majd az irányító kérdésre térjünk akkor, amikor a nézői kérdésekkel foglalkozunk. Most ugorjunk át a védő oldalra, ahol ugye van nagyon nagy visszatérünk Kyle Van Noy személyében, vagy nem, bocsánat, maradjunk egy másodpercre a támadó falnál, ahol Ted Karras és David Andrews is újra a fedélzeten van. A Karras visszaigazolásnál mindkettőtöknél olvastam, hogy igen, itt benne van a pakliba, hogy akkor Andrews-t elveszítjük, de az is benne van a pakliba, mivel nem tudjuk még a fizetésnek a mértékét, hogy mire is hoztuk őt, és amikor a 4 millió kiderült, akkor gyakorlatilag nagyon egybecsengett mind a kettőtök véleménye, hogy igen, ez egy backup fizetés lesz, és tehát Karasszal nem kezdőként számolunk. Aztán Andrews is olyan olcsón jött vissza, hogy az gyakorlatilag, nem tudom, ilyen kétszeres hometown diszkontot adott David Andrews, és hát akkor azt gondolom, hogy a támadófal az adott lesz, akár Cam Newton lesz mögötte, akár újonc játékos. Egyébként hát itt a Karras igazolásnál éreztem azt, hogy fú, akkor lehet, hogy Andrews bukó, mert hogy jött egy ilyen stopgap megoldás. Én addig végig abban hittem, meg azt mondtam, hogy nyugodtan visszajön Andrews. Tehát, hogy mondta, hogy ő szeret itt lenni, részünkről is volt rá így
így igény, és akkor jött Karász, akkor mondta, hogy lehet, hogy baj van akkor, és gyorsan elkezdtem nézegetni a boardokat, meg a mock draftokat, hogy akkor Creed Humphrey hol is megy ki a drafton, mert ő egy ilyen nagy kedvencem volt, és akkor néztem, hogy hát második körben még lehet hozni egy jó centert, akit nagyon kedvelek, és akkor így jött ez a Karász igazolás, hogy ez az Andrews visszaigazolás, hát maradjuk, hogy meglepődtem, tehát, hogy amikor kijöttek a szerződés és részletei, akkor meg így nem akartam elhinni, hogy alig keres többet, mint Ted Karász, aki meg a cseréje lesz. Úgyhogy már vannak ilyen mozgalmak, hogy akkor az Andrewsnak a stadion előtt egy félpucér szobrot kell állítani, meg neki soha többet nem kell sörért fizetnie. És hát igazából ezt csak támogatni tudom, tehát az, hogy valaki ilyen hometown discountot adjon, úgyhogy az legjobb elérhető játékos a posztján a piacon, nem tudom, hogy erre volt-e példa. Én csak annyit fűzök hozzá Andrewshoz, meg amit Peti elmondott, hogy én csodálom ezt a hozzáállást, tehát ez számomra egy olyan világban, ami tényleg a pénzről szól, ezt nem gondoltam volna, tehát benne volt nyilván a pakliban, hogy visszajön, de ugye én ebbe a kis kitekintő meg cikkembe, amit írtam a Free Agency előtt, én azt hiszem, hogy 4 év 26 milliót írtam neki, magas garantálta, hogy az egy pici ösztönző hatás lehet, hogy akkor sok garantáltat kap, és akkor olcsóbban ír alá, viszont több garantált ér, hát ehhez képest egy nagyon olcsón, kevés garantált ér írt alá, úgyhogy hát tényleg előfordulhat, és mondom, még nem tudjuk ugye Karásznak a Karász szerződésének a részleteit, de ahogy Peti is mondta, én még akár azt is el tudom képzelni, ugye, hogy idén Andrewsnak 1,75 millió a cap hitje, könnyen elképzelhető, hogy akár Karász mondjuk 2 milliós cap hittel csere lesz. És amit még ugye a támadófal, hogyha még egy gondolatot gyorsan itt megjegyeznék, hogy ugye mindig azt szokták mondani, hogy a támadófal az olyan erős, mint a leggyengébb játékos, aki pályára lép, és hogyha most nem is feltétlen a kezdőt veszük, mert ugye nyilván a kiesőkkel ugye számolni kell, hiszen a sérülés az mindig faktor ebbe a sportágba, hogyha feláll az első héten úgy a csapat, hogy Ázia vinn a bal tackle, Michael Manu a bal guard, középen David Andrews, Shaq Mason, és jobb tackle pedig Trent Brown, akkor még mindig van a padon egy Ted Karász, aki egyrészt ismeri a rendszert, másrészt tud is játszani, akár centert, akár guardot, és ott van még egy Justin Heron, aki pedig szerintem a harmadik számú tackle szerepét maximálisan be tudja tölteni. Tehát gyakorlatilag a pótlás is megvan, nem arról van szó, hogy van 5 jó játékos, és akkor mögöttük van egy hatalmas szakadék, és hogyha valaki esetleg kiesik, akkor nincs kivel, vagy ilyen practice squadba való játékosra tudja csak pótolni őt a csapat. Hát meg, hogy Jannike Just megjelenne így edzésem, vagy nem tudom, így látná valaki, hogy ő még létezik, akkor meg kifejezetten elit cseresor lenne, már nem tudom, hogy benne mennyire reménykedhetünk. Igen, egyrészt a Kezsuszt az még mindig ott van talomba, de ha húza beli csak a belső részre egy játékost, az olyan rosszul nem szokott elsülni, bár mondjuk a Froholt az nem volt egy olyan nagy sikersztori, de mondjuk annak idején, mikor draftoltuk, akkor mindenki örjöngött neki, mert ugye elég jókat írtak a dán srácról, viszont azért a belső posztokra a támadófalban nem nagyon szokott mellélődni Bill Belichick, szóval ha még ott egy negyedik, ötödik körös gárdot hozunk, már olyan luxus lesz az a fal gyakorlatilag, amilyen az utóbbi időben nem volt, amikor Newhouse-okkal meg Cunningham-ekkel kellett operálnunk egy-egy mérkőzésen. Na de térjünk át a védelemre, ahol ugye a legtöbb problémát az okozta tavalyi év, hogy ugye átfutottak rajtunk, meg nem ért oda a nyomás, és a linebacker poszton passz ellen is problémákkal küzdöttünk. Na most akkor ehhez képest fogta magát Bill Belichick, meghallgatta a perc.hu, a ball.hu és a New England Patriots blog összes sírását Magyarországról, és összecsomagolta a kis papírjait, és kifizette a pénzt a játékosoknak. Úgy gondoljátok, hogy most ezek a problémák megoldódtak az érkezőkkel, vagy még azért várhatunk valakit ide? Azt mondanám, hogy rosszabb nem lehet. Ugye 32-ek voltunk DVOA-ben futás ellen, úgyhogy én csak javulást tudok elképzelni itt.
És ami nekem így erről a defense-ről, hogyha ránézek a névsorra, meg a depth chartra, akkor nekem az jut eszembe, hogy ez 2-4-5. Tehát, hogy két defensive tackle, 4 linebacker, 5 defensive back. És itt mindenki játszik mindenhol. Tehát, hogy a Gacho mellé majd felrakhatjuk akár a Harry Andersont, vagy a Montrevious Adams-et, Byron Covartot, akár Dietrich Wise, hogyha ilyen extra pass rusher kell, és tényleg az lesz, hogy a két defensive tackle az fogja a futást, és mindenki másnak pedig egy ilyen szabadabb szerepköre van, tehát szerintem sokat fogjuk látni itt mondjuk Kyle Duggart, vagy Phillips-et linebacker pozícióban, ugye, hogyha a Jalen Mills igazolásra gondolunk, aki defensive tackle-ön kívül már mindent játszott karrierje alatt, tehát neki újat már nem tudsz mutatni a védelemben. Hogyha Matt Judon igazolására gondolunk, vagy Kyle Van Noy visszahozatalára, szóval egy ilyen nagyon sok oldalú védelem lesz, ami kb. Ilyen pozíciók nélküli talán, tehát a defensive tackle-ökön és a szélső kornereken kívül nem sok minden lesz itt fix. Igen, szerintem is. Én egy picit a Gacho deal-től az elején, amikor kijött, hogy 2 év 16 millió, így kicsit meglepődtem, mert emlékeztem egyébként rá annó még a draftról is, meg a Miami-ból, hogy jól játszott. Aztán gyorsan megnéztem, hogy tavaly 5 meccs, hú, mondom, az úgy baráti. Aztán visszapörgettem még 2 szezonnal, vagy még az előtte levő 2 szezonra, ott viszont mind a 2-szer 16-16 meccsen játszott, és az egyik szezonban ott 40, egy a másik szezonban viszont 70 tekője volt. Sekket is szerzett, tehát ő egyébként szerintem, hogyha azt a teljesítményt tudja hozni, mint 2, illetve 3 évvel ezelőtt, akkor egy brutál jó igazolásnak számít szerintem, és tényleg a futás elleni védelemben, ami hát ugye, ahogy Peti is mondta, gyakorlatilag a liga utolsó volt, ugye a DVOE alapján, azon alapból ő szerintem nagyon sokat fog segíteni. Henry Andersonnál egy picit azt érzem, mint 17-ben Guy-nál, tehát ez a picit szürke játékos honnan jött, igen, hallottuk róla, de olyan semmi extra, én tőle egyébként nagyon szép dolgokat várok, tehát ő szerintem pont az a játékos lehet, aki így, hát igen, futás ellen jó, passz hihetetésben jó, semmi extra, és aztán majd Belichick meg kihoz belőle valami olyat, amit senki nem várt tőle. Ugye én a passz hihetetésben én ugye Ngakuét vártam, aztán ahhoz képest jött Judon, ami abból a szempontból, hogy ugye a Patriots mennyire nem egy passzreserre van felépítve, hanem inkább az, hogy csapat szinten próbálja meg nyomást generálni, innen-onnan jönnek a blitzek, mennek a stuntok, a keresztek, ebben szerintem egyébként Judon nagyon jó lehet, tehát ő pont ebbe a rendszerbe illik, és ugye itt előjön megint csak a Bill Belichicknek az a gondolata, hogy sosem, vagy nem feltétlenül úgy igazolunk játékost, hogy ez a posztján top legyen, hanem ebbe a csapatba, abba, amit én szeretnék látni a pályán, a védelembe, akár a támadósorba, a játékosokat igazoljak, akik pont abba a szerepkörbe, mire én számom, beleillenek, és szerintem Judon pont egy ilyen tökéletes fit lehet majd ebbe a védelembe. Mills pedig ilyen, hogyha mondjuk a tavalyi igazolásokhoz kéne hasonlítani, akkor talán mondjuk azt mondom, hogy Adrian Phillips, tehát bárhogy gyakorlatilag feltűnhet annyi, hogy ő inkább egy sorra, tehát vagy úgy egy sorra hátrébb, hogy ő nem fog annyiszor fellépni a linebackerek közé, mint amennyiszer ugye Phillips megtette, aki volt egy meccs, amikor snapjeinek több mint a felét, vagy a felét már nem is emlékszek pontosan a linebackerek között teljesítette, úgyhogy mi az gyakorlatilag bárhova lehet rakni a védelembe, ha meg esetleg, ne adj Isten, valami sérülés jön közbe a mondjuk egy Jonathan Jones-nál, akkor mi ezt be lehet rakni slot cornernek, ha valamelyik safety esik ki, akkor oda lehet berakni, tehát ő is egy ilyen nagyon sokoldalú játékos, amit Bill Belichick megint csak nagyon, nagyon előszeretettel szokott igazolni. Én is ezt látom amúgy, amit ti elmondtatok, hogy van egy 11 játékosra felrajzolt tervezett az öregnek a fejébe szokás szerint, és nem az van, hogy neveket akar igazolni. Ugye a legtöbb szurkoló mindig leírja, hogy és akkor itt van még ez a szabad ügynök piacon, az XY, mekkora név, jaj, de jó kellene. De hát nem biztos, hogy ő neki mondjuk pont azok a skilljei a legjobban kidomborodók, ami nekünk ahhoz a poszthoz kell. Lehet, hogy nekünk ahhoz egy sokkal szerényebb játékos is bőven elég, mert olyan feladatkört fog kapni, amiben viszont
tud boldogulni, és a hozzáadott értéke az egész rendszerhez az jóval nagyobb lesz ezáltal, és akkor itt az Ákos által említett, még az adás elején említett rendszer, hogy a Patriots-tól, ha elmennek a játékosok, akkor megkapjuk, hogy rendszer játékosok voltak. Pontosan ezért, mert ugye sokkal jobbnak tűnnek legtöbb esetben ezek a játékosok, mint ha másik rendszerbe akarják őket használni. És Kyle Van Noy visszahozatala, az pont ezt erősíti meg bennem, aki hát itt aztán kicsúcsosodott, elment Miami-ba, ott sem vallott ugye szégyen, tehát nem az volt, hogy ő ott aztán rossz lett, és akkor ezért kirakta a szűrét Flores, kicsit érthetetlen is volt, hogy miért válnak meg tőle, természetesen erre is voltak indokok, és Judonnal ők egy olyan duót alkothatnak a linebacker sorba, ahonnan nem fogod tudni azt, hogy éppen melyiktől érkezik a nyomás, Judon egyébként coverage-ban is jól működik, még ha Van Noy annyira abban nem is tündököl, de ott van ugye most már mögöttük, vagy mellettük Anthony Jennings és Josh Uche is, tehát egy csomó olyan felállásunk lesz, ahol az ellenfél nem fogja azt tudni a felállás alapján, hogy melyik játékos megy majd pesztrásra, melyik marad bent coverage-ba, és ez egy óriási előny lehet a mi védelmünknek, abban az esetben, ha tényleg tudni a futással tudunk mit kezdeni. Márpedig én tavaly is azt mondtam, hogy ha ott van egy Bo Allen középen, akkor azért nem lettünk volna 32-ek. Nyilván egy Bo Allen nem leszünk top 5 futás ellen, de nem futottak volna át rajtunk olyan könnyen, és akkor már máshogy is nézett volna ki a leányzó fekvése. A Montrevious Adamsnél én úgy gondolom, hogy nagy küzdelemben lesz az 53-ér, Raekwon McMillannel egyetemben, ellenben a speciális egység az valószínűleg megtartja a top kategóriáját, hiszen Justin Peddell és Cody Davis is újra érkezett, és még ugye Brandon Bolden is visszatér közénk, és azt hiszem, hogy ha jól tudom, akkor King is a fedélzeten van, tehát négy olyan speciál team játékosunk van, akik hát eléggé hasznosak lehetnek a poszton. A Cam Newton offense-be kelleni is fog a jó punt coverage. De nekem ez ilyen nagyon egyértelmű volt, hogy itt a special teamből mi nem fogunk elengedni senkit, tehát igazi special team ászok, akikbe Belichick bele van szerelmesedve, és egyébként így relatív jó áron jöttek vissza, tehát hogy még hogyha nem is tudunk itt konkrét szerződés adatokat, de hogy Bedelnek lehet 3 év alatt 6 millió az elérhető fizetése, Cody Davis se fizettük agyon szerintem, hát Nick Folk meg a tavalyi teljesítményével igazából rászolgálta a szerződés hosszabbításra. Igen, szerintem is a special team az egy olyan dolog, amit Belichick még jelen fog elengedni, tehát hogyha azt mondanák neki, hogy figyelj, kapsz egy irányítót, vagy hozhatsz 3 special team játékost, akkor valószínűleg a special team játékosokat választaná, tehát persze csak vicceltem, de tehát körülbelül neki ilyen szinten fontos a special team, és ugye most elég visszamenni a tavalyi Chargers elleni meccsre, ahol nyilván nagy különbség volt a két special team között, ugye miénk az mondjuk azt mondom, hogy liga elit top 3, a Chargers meg mondjuk bottom 3, de lehet, hogy a full liga utolsó, és gyakorlatilag azzal nyertük meg a meccset, hogy a special team folyamatosan olyan helyzetbe adta vissza a labdát a támadósornak, amiből már gyakorlatilag 20 yardot kellett menni, és touchdown volt, vagy field goal távolság, és akkor jött mellé a punt return TD, jött mellé a blokkolt field goal utáni visszahordott TD, tehát gyakorlatilag azzal a special team adott, vagy a special team különbséggel megnyert a meccset a csapat. Nyilván ezt nem lehet egész ez abba fönn tartani, viszont itt is látszik, hogy az, hogy mondjuk mi a special teamben nem veterán minimumért, meg az újonnan draftolt játékosokat 7-8 ezer dolláros fizetésre rakjuk be, hanem igenis 1-2-300 ezer dollárért drágábban, vagy rájuk költük évi 1,5 milliót, az mekkora plusz tud jelenteni ennek az egységnek, és mint ahogy a példa is mutatta, azon például meccset nyertünk meg, de elég Nick Folkot megemlíteni, aki ugye szerintem Andrewshoz hasonlóan ő is fillérekért írt alá, tehát az a fizetés, amit ő aláért, ugye vagy 1,5 millió dollárért nagyjából kerekítve, az is egy olyan rugóér, aki tavaly gyakorlatilag valami hibázott, szerintem megint csak egy nagyon, nagyon jó deal. Justin Betterről meg nem is beszélve, tehát az én szerintem attól függetlenül, hogy rengeteg jó igazolása volt idén a csapatnak,
én úgy gondolom, hogy az David Andrews mellett a másik hatalmas, hatalmas szerződés, amit a, és nagyon jó díl a csapat szempontjából. Tehát évi 2 millióért megtartani a liga egyik legjobb special team játékos, hát azt szerintem hatalmas ajándék. Tehát ezek mind, mind épp olyan, olyan pici apró építő kockák, amit így nem biztos, hogy egy egész szezonban, ha ránéz a csapat teljesítményére egy szurkoló vagy szakértő, akkor lát. Viszont ha meccsek, meccseken belül egy-egy helyzetet néz meg, hogy azért, mert ő olyan, amilyen, és jól blokkolta meg az emberét, akkor nem az 50 yardosról indultunk, hanem lehet, hogy be tudtunk menni az ellenfél red zone-jába, és már rögtön field goal távolságban van a, van a csapat. Tehát én azt osztom Belichicknek ezt a véleményét, hogy a special teamre igenis rá kell költeni azt a pénzt. Nyilván olyan játékosokra, akik jól teljesítenek, tehát a, akik alappillérei a special teamnek, gondolok itt Betőre, Davisre, Brandon Kingre, Slaterre, ugye ő most nem hosszabbított, de attól még attól függetlenül is szép szerződéseket kapott. Tehát ő ezek olyan a legtöbbet alapok, közülük. Így van, tehát hogy ezek olyan alapok, amik szerintem elengedhetetlenek, és én boldog vagyok, hogy a special team az továbbra is ennyire kiemelt szerepet kap. Igen, már csak a Slater azért is fontos, mert ő keresi a legtöbbet, hogy Nate Ebner-nek is volt egy 4 millió, évi 4 milliós fizetése talán az utolsó évében, tehát hogy azért nem fukarkodunk ezekkel a fizukkal, és ugye ezek az emberek meg is szolgálják az árukat a pályán, ami nálam kicsit fontosabb szerepet játszik, hogy hogy épül fel a mi rosterünk fizetések szempontjából, és a többi csapattól eltérően nálunk nem az van, hogy 10-12 ember van kitömve a 7 plusz milliós sávba, hanem inkább a középső sávot nyomjuk meg, és az idei évben az érkező játékosoknak a fizetése is inkább ebbe a kasztba esik, ami azért fontos, mert lehetőséget biztosított arra, hogy még valaki jöjjön. Tehát egy mondjuk egy Andrews hosszabbítás, amikor ennyire csöves szerződést ír alá erre az évre, akkor az lehetőséget arra, hogy hozzunk valakit a helyére. De ott van mondjuk Gácsó, aki 5 millió körüli összeggel van az idei sapka alatt, jövőre 10 millióval, tehát ott is nem az van, hogy hétfél, és akkor a játékos ugyanannyit visz haza, hanem az idei szempontból, amikor van lehetőségünk költeni, akkor azt úgy próbáltuk meg a szerződésekkel is kis mozgásteret adva magunknak, hogy még extra játékosokat tudjunk hozni. És akkor jól látható azért, hogy a 7 plusz milliós kategóriába ez a Gilmore, Hightower, Devin McCourty, Shaq Mason, Jonathan Jones ötösbe azért most már nem akkora craft van, hogy nekik kellene vinni itt a vadászpuskát, és ugye Aguilar mondjuk még nincs benne ebbe a dealbe, vagy bocsánat, benne van, mert az idei cap hitje az Aguilarnak az kedvezőbb a Spotrac szerint, ha jól láttam, de most már meggondolom kétszer is, hogy jó helyre írtam-e. De gyakorlatilag, és a Newton az meg azért van ugye odaírva, mert nem tudjuk, hogy mennyi lesz az övé, hiszen függ az aktív meccsektől is az ő szerepe, de gyakorlatilag, ami szerintem a leginkább bizakodásra ad okot, az a 1,5 millió alatt lévő játékosok névsora, ahol ugye egyrészt újonc szerződésben lévő srácokat találunk még, akiknek viszont óriási hozzáadott értéke lehet a csapathoz, és itt kicsit kiszólok azoknak, akik mindig megtalálják Belicseket, hogy nem draftol jól, én nem akarom védeni, mert mindenkinek vannak hibái és előnyei, senki nem tévedhetetlen, de azért az idei szezonban ez a Zuce, Vinovic, Harris, Jennings, Aziasi, Keane, Kejust, Bentley, Cowart, Bailey, Meyers, Olszewski, Onwenu, Heron, Miles Bryant, J.J. Taylor vonulat, ez nem hangzik rosszul. Nem, hát egyáltalán nem, és én innen ebből a névsorból egyébként Josh Uche-tól elég sokat várok, akinek szerintem nagyon jót fog tenni ez, hogy, hogy ilyen játékosok vannak körülötte, mint akikről már beszélgettünk itt korábban. És itt kicsit egyébként Ákosra utalnék vissza, aki a támadó fal kapcsán mondta azt, hogy annyira erős az egység, amennyire a leggyengébb játékosod. És kicsit itt is az van, hogy gyakorlatilag a legtöbbször a szezon végén azok a csapatok vannak ott, akik a legegészségesebbek voltak, akiknek a legkevesebb kulcsjátékosa hiányzik. És pont emiatt van szerintem nálunk kicsit inkább az, hogy próbálunk mindenhova egy megfelelő mélységet odarakni. Tehát, hogyha mondjuk kidől valaki az elkapósorból, akkor nem az utcáról kell éppen behozni valakit, aki 3 éve nem látott futballpályát.
És akkor most lehet az elkapósor pont egy ilyen rosszabb példa volt, mert ott álltunk gyengébben az elmúlt években, de ahogy itt tényleg az látszik, hogy megfelelő mélységet építünk minden posztra, és ezért is nincsenek szerintem annyira kimagaslóan nagy szerződések, inkább a rosternek a közepét töltjük fel megfelelő játékosokkal, és igazából nem is tudom, hogy tudunk-e olyan pozíciót mondani, ahonnan mondjuk nem tud beszállni, ahova nem tud beszállni sérülés esetén egy közel hasonló minőségű játékos. Nyilván, hogyha a végigfut egy ilyen nagyon durva sérülés hullám egyetlen egy poszton, mint hogy ugye tavaly volt a támadó fallal ilyen, hogy össze-vissza kellett ott már mindenkinek játszania, nem is tudom hány különböző felállásban sikerült 3 hét alatt játszani, de hogyha nem történik egy ilyen, akkor mindig ez a next man up, valaki mindig fel tud lépni, és megint ez látszik igazából itt a roster kialakításán szerintem. Igen, amit Peti mond az elején, az gyakorlatilag én is ugyanezt a szóról-szóra ezt el tudtam volna mondani. Ami másik, ami erre a next man up elve egy picit így felhúzható, ugye tavaly nagyon sok szurkoló úgy érezte, hogy hát ez borzalmas ez a játék, amit látunk, holott én azt gondolom egyébként, hogyha a Patriots nem ebbe a felfogásba építeni a csapatát, hogy nem úgy építi fel a csapatát, hogy van egy, mondjuk egy, teszem azt egy middle linebacker, középső linebacker posztra, van egy top 5-ös játékos, és mondjuk a cseréje az mondjuk a liga szinten mondjuk top 40 vagy 45, hanem inkább úgy építjük fel, hogy legyen most egy top 15 vagy top 20 játékos, és aki mögötte van, az meg legyen top 25. És akkor egyből nincs akkora különbség, és szerintem, hogyha az előbbi szerint építené föl a csapat a rosterét, akkor lehet, hogy ez a csapat nem 7-9-el, hanem lehet, hogy mondjuk 5-11-el, vagy 3-13-al állt volna, tehát hogy szerintem ez is nagyon jelentősen nyomott abba, hogy mennyire esett vissza ez a csapat onnan, ahonnan mondjuk a 2019-es szezonban volt. De igen, egyébként szerintem is a kis főleg itt, amit mondom, amit Peti is mondott, Ucsénak a szerepe. Tehát neki, ha egy győztes ki lehet emelni ebből a free agency igazolásokból, akkor nekem ő. Tehát Kyle Van Noy-tól és Matt Judon-tól tanulni, az szerintem neki egy hatalmas élmény és feladat is lesz egyben, viszont az biztos, hogy a következő évekre őtől én nagyon sokat várok. Tehát én már tavaly is a draftolásokon egy picit ilyen azt éreztem, hogy jó, elment Vendoly, akkor mögé hoz, vagy helyette hoztuk Ucsét, és egyébként sokszor meg is mutatta, nyilván annak ellenére, hogy újoncként azért nem úgy tündökölt, meg nem annyi lehetőséget kapott, de ha idén nem is, mert idén ugye ott van még, azt mondom, hogy Judon, Vendoly, főleg ők fognak játszani, de szerintem Ucsénak a következő, tehát a 2022-es szezon, az hatalmas boom lesz, és tőle attól akkor nagyon, nagyon sokat várok. Hát én még abból a szempontból várok tőle egyébként sokat, hogy itt még akkor Josh Ucsét egy kicsit méltassuk, hogy szerintem idén emiatt az igazolások miatt sokkal szabadabb szerepkörben játszhat. Tehát, hogy a scouting riportjaiból is mindig az volt kiemelve, hogy a pálya minden pontjáról veszélyt jelent az irányítóra. És ugye mi gyakorlatilag egy ilyen OLB-t játszottunk vele folyamatosan, viszont így sokkal többször bemehet középre, onnan blitzelhet, visszaléphet akár coverage-ba, mert hogy egyébként ott sincs elveszve, tehát hogy egy ilyen sokkal szabadabban fog mozogni ő szerintem a pályán, és ez szerintem mindenképp meg fogja növelni az egyébként se rossz hatékonyságát, mert hogy ő tavaly elég jó arányban nyerte meg a párharcait, úgyhogy én már egy kisebb ilyen berobbanást várok tőle így 21-ben is ebben a szerepkörben. Nézzük akkor a szurkolói kérdéseket is, ami azért kapcsolódik a mi adásmenetünkhöz, mert olyan posztot is érint, amit még nem veséztünk igazándiból, és ez elsősorban az irányító kérdés kapcsán. Szóval az irányítók kapcsán érkezett hozzánk egy olyan kérdés: sziasztok, mit gondoltok, reális egy felcsere a drafton mondjuk a Lions, Philadelphia, Dallas helyek egyikére egy irányítóért? Trey Lance vagy Mac Jones lenne a jobb fit számunkra, és ezekért mi lenne a megfelelő ellenérték? Hogy látjátok, lesz-e a drafton felcsere? Mert ha egyet érthetünk, hogy most minden olyan free agency igazolás azt támasztja alá, hogy itt már csak egy irányítóra vagyunk attól, hogy ismét számolni kelljen velünk komolyabban.
ezt idén lépi meg az öreg, vagy tartogatja a lehetőséget még Newtonnak? Hát én mindenképp feltrédet várok, ezt több helyre leírtam, meg többször ezt így kifejtettem, hogy ez a roster, ez most úgy van felépítve, hogy hát nem sok hely van rajta, tehát 79-en vannak jelen pillanatban a rosterünkön, még mondjuk, hogyha itt jönnek vissza a veteránok, vagy még érkezik egy-két free agent igazolás, meg persze fogunk biztos kivágni embereket, Matt Lacoste azért így adja magát, de van 10 draft pickünk, meg összegyűjtöttem így az elmúlt évek UDFA igazolásait, a legkevesebb az 8 volt, akit igazoltunk, de átlagban 12 és félre jön ki. 10-12 játékos egyébként, ami leginkább elő szokott fordulni, de most ennyi ember, akárhogy számolok, nem fér be a rosterre. Tehát, hogy nekem ez arra utal, hogy itt egy feltrédet mindenképp meg fogunk próbálni. Aztán nyilván ehhez kell cserepartner is, meg ha nem tudunk a top 5-ig menni, de ott meg kimegy 4 irányító, akkor lehet, hogy inkább meg azt mondjuk, hogy jó, akkor mozgunk lefelé, és gyűjtünk be jövő évi pikkeket, de szerintem az elsődleges cél az, hogy felmenjünk valakiért, és akkor, hogy itt a Trey Lance meg Jones párosból én kit szeretnék, én egyértelműen Trey Lance-et, és hogy a Zach Wilson-t nem tudjuk elérni, már pedig szerintem ő túl magasan fog kimenni nekünk, akkor pedig mindenképp Trey Lance az első számú opcióm. Meg Jonesért első kört sem szívesen adnék, a karereje az elképesztően zavar, tehát hogy nem tudom, hogy ennyire gyenge karral lehet-e valaki sikeres az NFL-ben. Viszont lesznek minden adott ahhoz, hogy ő egy tök jó irányító legyen. Nem tudom, én egy picit, én azt mondom inkább, hogy a helyünkön biztos nem fogunk maradni. Tehát vagy lefele, vagy felfele biztos fogunk maradni. Csak nem tudom eldönteni, hogy melyikbe, és ez inkább attól fog majd függni, hogy milyen lesz az irányítókért. Ugye Jaguars, 100%, hogy viszi Lawrence gyakorlatilag. Tehát ott egy QB biztos kiment. A Jetsnél is, ugye új stáb van, én ott is azért azt mondom, hogy 98%-ban biztos vagyok abban, hogy irányító lesz. Aztán, hogy utána ott hova kell fölmenni, hogy irányítót szerezzünk, azt gondolom, hogy Dolphins nem feltétlen, a Falcons nem gondolnám, főleg, hogy most ugye Ryan még tovább tolják azt a pénzt, tehát, hogy ott nem gondolnám, hogy odaérkezne valaki. A Bengalsban ugye nyilván biztos vagyok, hogy nem. Én az Eagles sem látom potenciális helynek egy irányítóra, annak ellenére, hogy ugye csak egy Jalen Hurts-ük van, nem, valamiért ott nem érzem azt, hogy ott nagyon rá akarnak menni egy irányítóra. Én a Lions helyére mennék, hogyha mennék, és nyilván ha 1/7-re fölmegyek, akkor ott nem meg Jones, tehát 1/7 Jones az nagyon magas, tehát hogy az... Kajtreszt. Igen, talán Kajtreszt, de nem, tehát hogyha mennék, akkor a Lions helyére mennék. Kérdés, hogy ott mit kéne azért feladni, amit igazából a kulcsa lehet az egésznek, az nem is feltétlenül az első 6-7 csapatnak a mozgása, hanem az utána következő, mondjuk úgy inkább párosé, a Panthers és a Broncos, hogy ők mennyire akarnak mozogni, mert hogyha mondjuk a Panthers vagy a Broncos fel akar menni a Falcons vagy a Bengals helyére, inkább azt mondom, hogy a Bengals helyére, de lehet akár a Falcons is, tehát valamelyik a kettő közül, akkor nem érzem azt, hogy mi őket túl tudnánk licitálni, vagy ha túl licitálnánk, akkor pedig nem lenne reális. Tehát akkor azt mondom, nagyon sokat kéne feladni, viszont az is igaz, hogy van miből, tehát hogy gyakorlatilag tényleg egy irányító hiányzik ebből a csapatból, úgyhogy én valamiért azt érzem, hogy ha megyünk, vagy hogy nem fogunk a helyünkön maradni, és hát az, hogyha megyünk, akkor fölfele vagy lefele, azt pedig mondom, én leginkább a Panthers Broncos párostól teszem függővé, inkább akkor úgy mondom, hogyha a Lions-ig nem lesz csere, tehát az Eagles-ig nem lesz csere, akkor felmegyünk a Lions helyére, viszont ha a Panthers és vagy a Broncos bemegy az első 6-7 választásba, akkor pedig lefele fogunk inkább cserélni. Nekem két észrevételem van ebben kapcsolatban. Az első az, hogy annyi pikkünk van, hogy nyugodtan szabálytalankodhatunk, és akkor Goodell elvehet egy párat. Tehát ez még benne van a pakliban. De gomolyabbra fordítva a szót, azért érdekes az eszmefuttatás, amit levezettetek, hogy ki draftolhat irányítót, és ki nem,
mert gyakorlatilag nem lehet tudni sehol. Szóba került ugye a Dolphins, és akkor ott Tua kapcsán, hogy akkor legyen-e, most 1/3-on van lehetőségük, van egy csomó draft pickjük mögötte is, tehát gyakorlatilag húzhatnak egy atombiztos megoldást, még ha a Tua földbe áll. A Falconsnál ott a lehetőség, hogy egy Brett Favre, Aaron Rodgers hasonlóathoz legyen a Ryan mögött egy fiatalabb irányító, mert hogy ki tudja, mikor húznak megint ilyen magasságba, és akkor most behúzhatod a következő 15 évre is akár az emberedet. Aztán ott van az Eagles, ahol egy Hurts nem életbiztosítás, de a tulaj meg kimondta, hogy akkor próbáljuk meg vele. Sosem nem szerencsés, ha egy tulaj ugye beleszól. A Lionsnál új vezetőség van, és hát nem tudni, hogy a Goff Project az mennyire lesz tartós vagy nem tartós, tehát ott is húzhatsz egy biztonságit mögé. A Panthers és a Broncosnál, gyakorlatilag a Panthersnél biztos az irányító draft, a Broncosnál meg megint mennek az ötletelések, hogy azért akkor Drew Lock kapjon még egy szezont, vagy ne kapjon, vele kell-e menni, vagy nem kell. Tehát, hogy most olyan a felhozatal ott az elején, hogy egy csomó csapatnál ott lebeg az, hogy hiába van meg az irányítójuk, mégis azért vagy az a vezetés új, mint mondjuk a Falcons és a Lions esetében, hogy azért lehet bebiztosítják magukat. Tehát, hogy nem annyira tiszta az most jelenleg, hogy ki húz irányítót és ki nem, és ez azért bezavarhat majd a trédek folyamán, és hogy eléggé sötétbe tapogatózhatnak mások is, hogy kik azok, akik fel akarnak menni. Igen, ez teljesen egyértelmű, és mindig, mikor jönnek ezek a kérdések, akkor miért nem trédeltünk fel XY-ért, hogy azért ehhez kell egy másik csapat is, hogy ezeket a trédeket meg lehessen húzni. Tehát, hogy nagyon jó, hogy te felmennél 1/1-re, de valószínűleg, hogyha a fél franchise-t odaadod a Jaguars, akkor sem adja ide az 1/1-et, úgyhogy ő tényleg ehhez mindig kellenek cserepartnerek. Én a Bengals-t tartom egyébként ebből a szempontból egy ilyen elég biztos csere partnernek, főleg, hogyha mondjuk a Szevát kivénnék előlük, és akkor később is tudnak húzni offenzív tackle-t, talán jobb értéken, és akkor ők akár vevők lehetnek, de hát tényleg az van, hogy nehéz túllicitálni mondjuk egy Panthers-t vagy egy Broncos-t, még akkor is, hogyha mondjuk az egyikőjük megszerzi Deshaun Watson-t, mert hogy ha lehet hinni a híreknek, akkor a Panthers gyakorlatilag így all-in mondott Watsonra, tehát hogy bármibe is kerül. Aztán kíváncsi vagyok, hogy most így a pereskedés, ez hogyan változtat ezen a véleményükön. Viszont nem lenne szerintem egyáltalán egy ilyen, tehát hogy amit Ákos mondott, hogy nem tudjuk őket felülicitálni, csak nagyon sokért. Egyáltalán nem lenne biztos, ugye voltak ilyen pletykák, nem tudom mennyire emlékeztek rá, még amikor Baker Mayfield volt az 1/1-es pick, hogy a Mayfieldnek az ügynöke meg volt róla győződve, hogy Mayfield a Patriotsba kerül, mert hogy ha Browns nem húzta volna ki 1/1-re, akkor ha lehet hinni a pletykáknak, akkor nekünk volt egy blockbuster ajánlatunk az 1/2-ért, hogy Baker Mayfield ide kerüljön. Aztán nyilván fenntartásokkal kell ezt kezelni, de hogy amikor voltak ilyen hírek, akkor azért így nem lehet szerintem azt kizárni, hogy itt mi akár egy halom picket odaadunk, ha van olyan játékos, aki tetszik, és az offense felépítéséből ítélve szerintem itt Trey Lance-t mi nagyon kedveljük, mert eléggé beleidene abba, amit ezzel a játékos állománnyal lehet játszani. Igen, meg ugye az, hogyha egy újonc játékosnak mi a legjobb, hogyha olyan célpontokat adsz neki, akit könnyű eltalálni, most idézőjelben, mintha kiütős játszanánk, tehát hogy nagyobb célpontok, tight endek, közben azért van ott egy Aguilar, aki ugye elviszi a hosszút, tehát hogy meg abszolút látom abba a potenciált, hogy ez a csapat, ez Lance-nek van felépítve. És azért, hogyha mondjuk megnézzük az irányítókat, akkor Trey Lance, meg Cam Newton, azért találunk köztük hasonlóságot. Tehát, hogy akár ebből a szempontból is meg lehet nézni, hogy visszahoztuk Newton, aki akár Lance-nek lehet a mentora is. Illetve még egy dolog, ami megint csak ez a kereset kínálat dologhoz kapcsolódik, hogy fölmehetünk mi persze 1/15-re, vagy 1/15-ről 1/5-re, 7-re, 8-ra, akármennyire, hogyha azt mondja az onnan lemozgó csapat, mondjuk teszem azt a Bengals, ha most legyen az 1/5, hogy ő neki két ajánlat van az asztalán, viszont ők azt mondják, hogy nem akarnak kimenni az 1/10-ből,
akkor ha velünk cserélnek, akkor bekockáztatják azt, hogy esetleg nem tudnak visszacserélni, vagy nem feltétlenül jönnek ki olyan jól, mint hogyha elfogadják a Panthersnek az ajánlatát, holott lehet, hogy egyébként értékben a miénk az több volt, csak ők nem akartak kicsúszni a top 10-ből. Tehát hát nyilván, ugye meg mondjuk persze, főleg, hogy a bordjuk összetétele milyen, tehát nekik az fontos lesz, hogy kik azok a játékosok, akit elérhetnek ott, ahol hátra tolatnak, ez így egyértelmű. Van, tehát ez ebből a szempontból is fontos, hogy lehet, hogy nem akarnak, és hiába lehet, hogy mi sokkal többet ajánlunk, ők azt mondják, hogy nekünk kell mondjuk az 1/9-es pick minimum, és akkor vagy az játszik, hogy nagyon túl fizetjük őket, és akkor abból biztos vissza tudnak jönni 1/9-ig, vagy azt mondjuk, hogy hát akkor köszönjük, nem. Nagyon gyors, egy eldöntető kérdéseket teszek fel. Justin Fieldsért felcseréljünk? Hát részemről ő inkább egy nem. Nem, én őt valamiért nem. Attól függetlenül, hogy vezéregyéniség, meg tényleg Ohio State, meg nem is játszott rosszul, én benne nem érzek sokat. Szerintem ő vár felett kevés, tehát ő mentálisan nagyon lassúnak tűnik. Jó, tehát akkor egyértelműen azt az álláspontot mondjátok, hogy ha Lawrence az 1/1, akkor Wilson vagy Trey Lance ér nálatok feltrédet. Wilson nálam mindenképp, lesz meg inkább. De Wilson, hogyha mondjuk Wilson lemegy 1/5-ig, ott bankot, tehát ott ami van, Gillettől elkezdve, Kraftot, mindent, tehát ha valami csoda folytán odáig lecsúszna, akkor ott azt mondom, hogy azért mindent oda kell adni. Akkor nem mindent, de Nike kutyát, azért többet adnék. Nike-t, igen, Nike-t is. Tovább folytatom a provokatív kérdést. Ha Wilson valami csoda folytán nálunk köt neki, akkor Cam Newton maradna rosteren, mert hogy teljesen más a játékfelfogás, vagy akkor elengednénk ezt a Newtonos dolgot is? Tehát, hogy akkor D1 starter lenne Wilson? Én nem raknám szívem szerint őt a kezdőbe, azonnal szerintem maradna Newton. Szerintem is. Én egyik, ha csak nem Lawrence, de még Lawrence-be se vagyok biztos Belichickből kiindulva, én jelenleg egyik újonc irányítót se raknám első nap a kezdőbe. Én sem, mindenkinek vannak olyan hiányosságai, amik miatt nem. Meg hát eleve ugye Belichick az újoncokkal eleve visszafogottabban bánik, csak azért tettem fel így a kérdést, mert ugye megkapták már sok esetben a szurkolóktól, hogy ez a Newton meg Jones project, ez annyira nem jó párosítás, tehát hogy teljesen távol áll a két játékosnak a habitusa egymástól, meg a játékstílusa, és ugye Wilson sem feltétlenül az a Newton prototípus, míg Lance inkább ebbe a projektbe kapcsolódna be, tehát így adná is magát egy Lance pick, míg a csapat felépítése az nem tudom, más sémát tudsz játszani egy Mac Jones-szal, hogyha őt draftolnánk, és nem jutna az elit rendszer, vagy az elit játékosok közül nekünk senki, és más tudsz játszani egy Cam Newtonnal, és ez azért vezetem így fel, mert ugye Szigeti Tamástól jött egy olyan kérdés, hogy ugyan nem tudjuk, ki lesz jövőre a kezdő QB, de mit gondoltok, a passz vagy a futás lesz a meghatározó az előttünk álló idényben? Hát valamennyire szerintem ki fog ez így egyensúlyozódni, tehát nem lesz annyira meghatározó a futás, mint tavaly. Nyilván, hogyha Cam Newton a kezdőirányító, akkor azért mindig lesznek ezek a direkt ráfelrajzolt játékok, meg azért emögött a támadó fal mögött lehet is futni, a Harris-Michel páros az úgy elég jó a backfielden, tehát adott ehhez ez a játékos állomány, viszont ennyi célpont érkezésével nem gondolom, hogy úgy elhanyagolnánk a passzjátékot, mint tavaly. Főleg, hogy azért most már tényleg vannak ilyen field stretchereink, akik mondjuk nem Demier Bird-ök, akivel egyébként semmi bajom nincsen, de hogy Aguilar nyilván egy jobb játékos. És az a Cam Newton, hogyha valamiben jó volt, akkor az a mélységi passzjáték, vagy jobb volt, mint a játék többi elemébe, legalábbis a passzjáték többi elemébe. Úgyhogy szerintem többet fogunk passzolni lényegesen, mint tavaly, de még mindig talán kicsit azért a futójáték az fölénybe lesz. Tehát mondjuk egy ilyen 60-40 vagy egy 55-45 arányban mondanám a futójáték javára. Tökéletes összefoglalta, Peti, én is ugyanilyen százalékos arányba. Ja, vagy többet fogunk passzolni, de több lesz a futás. Mármint, hogy az előző szezonhoz képest fogunk nyilván többet passzolni. Még két kérdés maradt így a zárásra. Miért nézegetünk futókat?
Hát igazából ugye itt két felé szedném a dolgot, ugye kell mindenki, vagy gondolkozhatunk egy ilyen elkapó típusú futóban. Tényleg amiért jött a kérdés, a pletykák, ugye Conner, Carson, tehát úgy kifejezetten ilyen leadback kategóriába besorolható játékosokat. Igen, ezeket a leadbackeket meg szerintem azért nézegetjük, mert Sonny Michel ugye az újonc szerződése utolsó évében lép. Egyelőre nincsen hír arról, hogy lehívnánk-e az ötödik éves opcióját, és hogyha nem számolunk vele hosszú távon, akkor például lehet, hogy egy csere alapba bedobjuk őt, akkor pedig azért az egyszem Damien Harris kevés erre a workhorse szerepkörre. Ezt tudom igazából elképzelni, hogy Sonny Michellel nem feltétlenül számolunk annyira hosszú távon, és akkor érkezhet egy ilyesmi futó. Igen, szerintem is, amit Peti mond, hogy egyrészt Michelnek a pótlása, helyettesítése, lehívjuk-e az ötödik éves opciót, nem hívjuk le, ugye most két opcióról kell dönteni, tehát ugye az is egy picit azért a kepet meg tudja dobni. A másik pedig ugye ez az elkapó pass catcher running back, ugye White, hogyha marad, akkor nem feltétlen, viszont hogyha nem marad, akkor most mondok is gyorsan két nevet, mert egy-két napja csináltam egy mock draftot, úgyhogy azt majd, ha minden igaz és úgy lesz, akkor a honlapon ki is fogom rakni, és két név van, aki szerintem idén jó fit lehet hozzánk, az egyik az Demetric Felton a UCLA-ről, a másik pedig Jared Patterson azt hiszem, a Buffalo Egyetemről, úgyhogy szerintem ők, hogyha nem is, ha nem hozunk vissza White-ot vagy Burkett-et, akkor a drafton mindenképpen jönni fog futó, és nyilván próbálunk majd egy ilyen irányba is elmozdulni, hogy kell egy ilyen jellegű futó, úgyhogy én bennük akár látom is azt, hogy itt nálunk landoljanak. Az utolsó kérdés a Titan-dekkel kapcsolatban érkezett, ez pedig az Aziasi kiindulót akkor el kell felejteni, illetve most akkor már, amit elmondhatok korábban is, hogy a blokkolásban a Hunter Henry nem feltétlenül elit kategóriás, annak ellenére, hogy sokan őt hasonlítják inkább a Gronkowski projekthez, és a Jonnu Smith meg inkább a Hernandez vonulathoz, hogy Aziasinak mennyi terep jut, és illetve Keen milyen feladatokat kaphat, kiválthat-e fullback játékoknál, bizonyos helyzeteket, vagy ő most egyelőre annak is örül, hogyha rossz terre tud kerülni, annak ellenére, hogy harmadik körös játékos volt. Szerintem Keen lehet a mi use checkünk. Nem tudom, hogy mennyire. Igen, szerintem igen, nála azt érzem, igen. Tehát ő igazából már a draftolás akkor is kicsit abba a szerepkörbe szerettük volna őt, vagy legalábbis mint a podcastben itt kicsit afelé tereltük volna, aztán szerintem ő kényszerből játszott ilyen inline tight endet, amire igazából ő soha nem volt teljes mértékben alkalmas. Tehát, hogy éppen úgy el tudott lenni, tehát ő sokkal inkább a backfieldről kiindulva lehet érdekes, és akkor tényleg úgy lehet használni akár, mint use check-et. Aziasi pedig tényleg azzal látott pályát, hogy ő talán a három klasszikusabb tight endünk közül talán ő az, aki legjobban blokkol. Semmiképp nem mondanám, hogy ezek a projektek kukák, várni kell még szerintem ennek a megítélésével. Mondom, lehet, hogy itt berobban közülük bárki. Igen, azt nem, én egyik tight endet sem felejteném el, tehát azért egy év után két harmadik körös picket nem szoktak kidobálni az ablakon. Úgyhogy kintől én is egy picit ilyen fullback-ebb, vagy fullback-esebb, juszcsekes szerepkört várok, egyébként arra tényleg tökéletesen alkalmas lehet. Aziasi meg szerintem nyilván harmadik számú tight end lesz jövőre. Most az, hogy a Smith meg Henry nem, vagy blokkolásban nem annyira jók, hogyha most megnézzük a jelenleg top tight endeket, Kelce-t, gyakorlatilag blokkolási képességei, hát nem az, hogy a nullához konvergálnak, de nem a blokkolás, ami miatt szeretik Kansas City-ben. Kittle azért valamennyivel jobban blokkol, de ő se az elit blokkolásával tűnik ki, úgyhogy nem igazán félek ettől, hogy a blokkolásbeli hiányosságaik azok nagyon jelentősek lesznek. Amit kell, most voltak olyan hírek, olvastam nálunk is a fórumon, hogy írtak olyat, hogy
hogy mit akarunk Smith-szel, amikor nem tud passzhoz blokkolni, hát könnyűleg, ha Smith egy passzjátéknál a pályán van, akkor ő ne blokkoljon, tehát hogy ha Smith évi 12 millióért átlagban passzblokkolásra használjuk, akkor ki kell dobni az egészet a kukába, mert akkor igen, hát annyit fizessünk egy, igen, annyit fizessünk egy rájátékelőnek, és akkor blokkoljon. Mindenképp azt mondom, hogy térjünk vissza majd a draft előtt egy olyan összeállítással, amikor már egy 53-at is vizionálunk, és akkor a need-eket jobban meg tudjuk állapítani, és azt, hogy mire tudunk húzni esetleg, vagy merre fele tud mozogni a csapat, illetve akkor már kicsit tisztában látunk a rosterrel kapcsolatban is. Minden esetre mindegyőtöknek nagyon-nagyon köszönöm az idejét és a szakértő hozzászólásait, hogy ebben is kicsit színesítettétek a szurkolóknak a látásmódját, hogy szakavatottabban lássák a kérdéseket, és hát nagyon remélem, hogy a későbbiekben is számíthatok rátok. Köszönöm szépen mind a kettőtöknek, hogy itt voltatok, és kellemes hétvégét kívánok, vagy már vasárnap van akkor, vagy sem is tudom, mikor megy ki az adás. Kellemes hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.